Biztonság napja és egyben honvédelmi nap színesítette Sátoraljaújhely hagyományos eseményeinek sorát. Ennek keretében külön sátorban, azonban az esemény keretében mutatkozott be az a határon átnyúló pályázat, amelynek fő célkitűzése az volt, hogy a Kárpátok eurórégió térségében új önkéntes kapacitások létrehozásával, eljárásmódok közös fejlesztésével, a veszélyhelyzetek esetén a beavatkozó erőforrások összehangolásával egy négyoldalú határmenti együttműködést valósítsanak meg a résztvevők. A programterület a Szlovákia, Ukrajna, Románia és Magyarország, és a programterületen lévő önkéntes szervezetek, egyházi szervezetek, kommunák, és nagyon-nagyon fontos a kutatásfejlesztés, a Kolozsvári Egyetemnek a helye és szerepe ebbe a projektbe, hogy a lehető legmodernebb eljárásmódok és technológiák kerüljenek fejlesztésre, az itt élő lakosság biztonságának az érdekében. Minden katasztrófa védelmi rendszernek az egyik legfontosabb ismérve tehát a flexibilitás, tehát ezekre a kihívásokra rendkívül gyorsan, közösen és integráltan tudtunk válaszokat adni, és tudtuk kialakítani azt a határmenti védekezés és beavatkozás rendszert, amit reméljük, hogy a jövőben minél kevesebb alkalomra kerül alkalmazásra, hisz a katasztrófa védelmi és a biztonsági szervezeteknek, a fejlesztéseiknek, az eredményének a használata, a megelőzés az azt jelenti, hogy minél kevesebb beavatkozásra kerüljön sor, az állampolgárok tudják élni a napi békés életüket. Ezen a helyszínen azt is megismerhették az érdeklődők, hogy az érintett területeken élőket miként szolgálja ez a program. A Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetségnek, de a Magyar Polgári Védelmi Szövetségnek is, aminek tagja a Zempléni Szövetség, rendkívül fontos a társadalom minden rétegeinek az igényeinek az ismerete és a megszólítása, hiszen más az igénye egy akadállyal élő embernek, és nagyon fontos célterület még a ifjúsága számunkra, hisz ők jelentik a jövőt a számunkra, ők lesznek a jövőbeli önkénteseink és a hivatásos beavatkozó szervezeteinknek a tagjai. A projekt eredményei azonban a gyakorlatban is megmutatkoztak. A pályázat szerintem már elérte a célját, hiszen ez a záró gyakorlata lesz. A partnerek majdnem mindenhol befejezték a fejlesztési munkájukat. Jelenleg a fejlesztéshez szükséges humánerőforrás fejlesztés, és ennek a humánerőforrás fejlesztésnek a hatékonysága folyik a különböző gyakorlatok, ellenőrző gyakorlatoknak a megtartásával. A projektzáró rendezvény és a kapcsolódó lakossági kampány, amelynek elsődleges célcsoportja a fiatalabb generáció volt, ünnepélyes keretet biztosított és jó lehetőséget adott a projekt fejlesztési elképzeléseinek és elért eredményeinek minél szélesebb körben való megismertetéséhez, tették hozzá a szervezők. Azt is elmondták, hogy a KODVDIK, az önkéntes katasztrófa védelmi beavatkozó kapacitás együttes fejlesztése elnevezésű Huskroa 1702/8.1/0035 azonosító számú projekt, a Huskroa Magyarország, Szlovákia, Románia, Ukrajna NECBC 2014-2020 program támogatásával valósult meg 27 hónap leforgása alatt, 2019. szeptember 1-e és 2021. november 30-a között. Ehhez a projekt teljes költségvetését tekintve, amely mintegy 941 ezer euró volt, támogatásként 847 ezer eurót nyert el a pályázó.